előtérbe kerültek. A zöld energia projekteknek a jelentősége a különböző adottságú vidéki telekben jelentősen eltérhet, ez több mindentől függhet. Elsőként kiemelném a földrajzi pozíciót. Ugye nem mindegy, hogy az adott vidéki térségek a centrum térségektől mekkora távolságra helyezkednek el. Ugye nemzetközi szakirodalmat tekintettünk át, és ebben voltak azért bőven fejlődő országok is, nem csak Európa fejlett országaival foglalkoztunk, és elmondható, hogy ezekben az országokban azért vannak olyan távoli vidéki térségek, ahol nem feltétlenül megoldott ugye a villamosvezeték hálózatoknak a kiépítése. Ezekben az országokban, térségekben nyilván nagyobb szerepet kapnak a megújuló energiaforrások, illetve ezeknek a szigetüzemű fejlesztése, elterjesztése. Ugye a következő jelentős dolog a természeti erőforrásoknak a jelenléte, illetve végülis ehhez kapcsolódóan valamilyen szinten a népsűrűség is, hiszen a népességhez arányítottan értékeltjük azt is, hogy a természeti erőforrások mekkora mennyiségben érhetők el. Gyakorlatilag vannak azért főleg, hogyha Európát nézzük, akkor Európának az északabbi régióiban, vagy esetleg ugye az Alpok országaiban ugye a vízenergiának a jelentősége véget, olyan térségek, ahol egy-egy megújuló energiaforrás igen nagy jelentőséget kaphat. A népsűrűség ott is egy ilyen érdekes összefüggésbe hozható, hogy ahol ugye sűrűbben lakottak a területek, általában azért a megújuló energiaforrásoknak hasznosítása az nehézségekben ütközik, mert a legtöbb esetben ezek azért tehát nem sűrűn egy ponthoz kötötten állnak rendelkezésre, hanem a térben elszórtan lelhetők fel. Pont emiatt a vidéki térségek tulajdonképpen erőnyt élvezhetnek a megújuló energiaforrások hasznosítása szempontjából. Ugye egy következő szempont lehet a térségeknek a fejlettségi szintje. Itt alapvető probléma, hogy az elmaradottabb vidéki térségekben sem a tőke nem áll rendelkezésre, sem a szaktudás ezeknek az energiaforrásoknak hasznosításához, illetve a társadalmi háttér még egy következő szempont, ami szintén nem adott ugye a humán. Hogyha megnézzük a különböző energiaforrásoknak a munkahelyteremtő szerepét, mint mondtam, azért vidékfejlesztési szempontból ez az, ami meghatározó. Ugye, hogyha közgazdasági szempontból nézzük, akkor már lehet, hogy inkább azt mondjuk, hogy ugye ezek a beruházások nem annyira hatékonyak. Általában elmondható az, hogy a kisebb, decentralizáltabb és a vidéki térségekben is elhelyezett beruházások azok, amelyek jelentősebb munkahelyteremtéssel szolgálnak. Ugye minél nagyobb, minél koncentráltabb egy energiatermelő ágazat, annál kisebb általában ennek a jelentősége. De összességében az mindenképpen elmondható, hogy nemzetközi példák alapján, hogy a hagyományos foszilis energiaforrásokat felhasználó energiatermelés, illetve az atomenergia előállítása az kisebb munkahelyteremtő hatással bír. Ugye az olcsóban elérhető energia azokban a térségekben, ahol egyébként nem igazán érhető el a villamos energia, ott ugye kvázi szinte fel sem merül, hiszen örülünk, hogyha egyáltalán a szigetüzemben, mondjuk egy tanyás térségben, vagy mint mondtam, azért elmaradottabb országoknak a vidéki térségeiben ez már egy igen jelentős előrelépést jelenthet, és ott sok esetben fel sem merül, hogy fosszilis energiaforrásokra támaszkodjanak, vagy az országos energiahálózathoz kapcsolódjanak. Egyébként viszont azért hát Magyarország nem annyira számít ugye ritkán lakott területnek, nálunk egy-kettő olyan kis település van, ami esetleg méretéből adódóan, illetve a nagyobb településektől való távolságából adódóan releváns lehet ebből a szempontból, de ritkában lakott országokban, tehát egy Norvégiában, vagy még Nagy-Britániának is az északi szigetein, ott előfordul az, hogy ilyen szigetüzemben valósítanak meg fejlesztéseket, és hát sokkal olcsóbban tudnak energiát előállítani, mint a korábbi eljárásokkal, amikor még szállították oda a foszilis erőforrásokat.